Már a hétvégén elkezdődtek az 1848-49-es megemlékezések a Kárpát-medencében is. Szatmár Németiben az erdélyi Magyar Néppárt Petőfi Sándor szobrát koszorúzta meg, Gyergyó Szent Miklóson pedig a forradalom örmény származású tisztjére, Cec János ezredesre, valamint két vértanúra, Kis Ernő és Lázár Vilmos tábornokokra is emlékeztek. Szatmár Németiben már a hétvégén elkezdődött az ünnepi programsorozat. 1848. március 15-e. Piros betűkkel írta be magát a magyar történelembe. A megemlékezésen felolvasták Orbán Viktor miniszterelnök beszédét, majd megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát. Gyerekkorom óta részt veszek ezeken a megemlékezéseken, és számomra nagyon sokat jelent, hogy itt lehetek. Szerintem fontos, hogy megemlékezhessünk őseinkről, és hogy fontos, hogy itt legyünk, és együtt emlékezzünk meg erről. A 48-as hőseinek emléket állítva Kárpát-medence szerte, a legtöbbet emlegetett szó a szabadság. A magyar nép a nemzeti szabadságért folytatott harcot ünnepli március 15-én, emlékeztetett az erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke az ünnepségen. Zagykó Gyula úgy fogalmazott, őseink példája kell, hogy erőt adjon ma is az alapvető kisebbségi jogokért való küzdelemben. Az utóbbi idők itt Romániában sajnos azt mutatja, hogy megint a magyar ellenesség ez nagyon felfokozódott. Igazából erre a szabadságharcra állandó jelleges szükségünk van. El kell mondjuk azt, hogy milyen jogok illetnének, úgyhogy mi is harcban vagyunk. Persze nem olyan szinten, mint a 48-as őseink, de a mai társadalom is állandóan lépne előre a szabadság felé.